Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy az idén is ilyen sokan vették a fáradtságot és lejöttek a 35. Bukovina Fesztiválra. Sokan voltak itt a tegnapi napon, és talán még többen leszünk ma délután, illetve a ma este folyamán. Amikor az előbb köszöntöttek engem is, akkor mondták, hogy nem sokára én is feljövök a színpadra. Erről a következő jut eszembe, néhány évvel ezelőtt az egyik kisfaluban egy idős hölgy odajött hozzám, és jó székely szokás szerint megfogta a karomat, és azt mondta, hogy képviselő úr, higgy el, annyira örülök, hogy élőben láthatom. Mondom, higgy el, hogy én még jobban örülök ennek. De tényleg jó együtt lenni, jó látni azt, hogy az, amit a 90-es években elkezdtünk, annak van folytatása, van kifutása. Igazából, amikor az Eszternek a köszöntőjét, üdvözlő beszédét én is elolvastam, akkor rájöttem arra, hogy az idei beszédemnek a jó részét elnökasszony már átvette, hiszen én szoktam erről a történetről beszélni, arról, hogy hogyan alakult ki a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál. És szeretném köszönteni László Esztert is, aki az idén választották meg a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége elnökének. Remélem, hogy sok siker fogja övezni az ő munkáját, sok sikert és jó munkát kívánok ezúttal is neki. Amikor arról beszélünk, hogy Bukovina, akkor gyakorlatilag egy ma már nem létező tartományról beszélünk, egy történelmi, földrajzi régióról, amely valamikor a középkor folyamán jött létre, és az elnevezését egy szláv szóból, a bükkös erdőből kapta, egy bükkös erdős területet jelent. 1775. január 1-én Török Birodalomtól, Moldva északkeleti részét jelenti ez, Török Birodalomtól Ausztriához került ez a tartomány. 1918-19-ig volt az Osztrák-Magyar Monarchia, vagy ahogy akkor is nevezték, az Ausztria-Magyarország legészak-keletibb tartománya, Csernovic központtal, ahol nagyon sok nemzetiség élt együtt, ott éltek ukránok, románok, lengyelek, németek, oroszok, lipovánok, zsidók, cigányok, és köztük kis számban a többiekhez képest magyarok is, azok a székely magyarok, akik 1764 után Vadifalváról, illetve a Székelyföldről menekültek ki az osztrák üldözés miatt. Gyakorlatilag a mi nagyszüleink, dédszüleink, az összes ősünk, akik itt Bonyhád környékén Magyarországon, illetve a délvidéken az aldonai székelyek, vagy Déva környékén, a Hunyad megyében élő székelyek, mind-mind ilyen száműzött magyarok vagyunk, akik talán a magyarságnak a legtöbbet ide-oda telepített népcsoportja. Minket összeköt az a származástudat, az a hagyomány, amely 1764-hez kötődik, illetve a következő évszázadokhoz. Gyakorlatilag a hitünknek és a ragaszkodásunk, a nemzethez való ragaszkodásunknak tudtuk megőrizni mindig a magyarságunkat. Bármilyen nehéz körülmények is között éltek az őseink, mindig ezt a kettőt megőrizték. Ennek volt köszönhető az, hogy meg tudtuk élni 1941-et, és ez a népcsoport 1941-ben hazakerült Magyarországra. Először a Bácskában, majd 1944-et követően, a menekülést követően 1945-ben kerültek ide szüleink, nagyszüleink Bonyhádra, illetve Bonyhád környékére, Tolnába, Baranyába, Bács-Kiskunba és Érd környékére. Azóta nagyon sokat tettünk azért, hogy a székely népcsoport itt Magyarországon, magyar népcsoportok között, más nemzetiségek között, elsősorban németek mellett meg tudjuk őrizni az identitásunkat, meg tudjuk őrizni azt a székely kultúrát, amely jellemezte ezt a népcsoportot a 18. századig, illetve a 18. századtól 1941-ig. Ezért tett nagyon sokat, és most is tesz nagyon sokat,
a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, amely 1989. május 16-án jött létre. Akkor néhány csoport hozta létre, de most már több Kárpát-medencei térségben együttműködve több mint 40 csoport alkotja ezt a Székely Szövetséget, és reméljük, hogy a következő évtizedekben is mindent megtesznek a következő generációk annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni a székelységünket itt Magyarországon, Dél-Erdélyben, illetve az aldonai székelyek egyaránt. Ez a folklór fesztivál azonban nem csak a bukovinai székelyeké, hanem elsősorban a valaha Bukovinában élt és most Bukovinában élő népcsoportoké. Ezért is köszöntöm külön azokat a csoportokat, akik ellátogattak hozzánk, és itt vannak velünk, együtt ünnepelünk, együtt lépnek fel a színpadra, és bemutatják azt, hogy valamikor azért, amellett, hogy a nemzeti kultúránkat megőriztünk, egyfajta bukovinai identitás is kialakult. Köszöntöm a lengyeleket, köszöntöm a román csoportot is, akik itt vannak, és önök is fogják látni a produkciójukat. És természetesen szeretnék köszönetet mondani Hunyadváros önkormányzatának, a művelődési ház munkatársainak, akik segítették a munkánkat, a szervező munkánkat és a lebonyolító munkát. Ugyanígy köszönetet mondok a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, a főzőcsapatnak, akik 8-10 faluból összeállva a székely konyhát mutatják be, a székely konyha jellegzetességei, aki még nem kóstolta meg ezeket az ízeket, kérem önöket, hogy kóstolják meg, éljenek a lehetőséggel. Én megkérdeztem például a manéfalviakat a délben, hogy mit fognak főzni, ők azt mondták, hogy hagymatokány, nyugodtan ehetek belőle, mert mostában nem eszem húst, abban nincsen hús. Aztán végigmentünk az összetevőkön, kiderült, hogy kolbász van benne, de azt mondták, hogy úgy sokkal finomabb, még akkor is, hogyha ez vegetáriánus étel. Úgyhogy azt szoktam mondani, a székelyek három dolgot nem bírnak megszokni, illetve nem számíthatunk három dologban rájuk, vagy ezt a fogalmat nem ismerik, ez az abstinencia, a vegetáriánizmus és a regisztrálás. Többször bizonyították már, hogy ezeket a fogalmakat még úgy szokniuk kell, de én azt gondolom, hogy nagyon finomakat főztek. Szeretnék önök előtt is köszönetet mondani nekik, és egy-egy csokor virágot átnyújtva elnökasszonynak, Csibi Krisztinának, a Magyarságháza intézmény vezetőjének, aki 10 éve vezeti ezt az intézményünket, és aki nélkül és az ő munkatársai nélkül a mai, a tegnapi és a holnapi rendezvény sem jöhetett volna létre, hiszen a Bukovina Fesztivál lebonyolító szervezete már második éve a Magyarságháza. Köszönjük szépen, és nővérének, Gizusnak is, Kunszabó Imrénének, aki a főzőcsapatot vezeti. Köszönöm szépen a munkáját, és mindannyiuknak köszönöm a figyelmet, jó szórakozást kívánok!